Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros és elvileg ez évben utolsó képviselőtestületi ülésünkön. Teljes létszámban határozott képesen zajlott Farkas Ferenc polgármester vezetésével a decemberi jászapáti testületi ülés. Az első napi rendi pont Farkas Ferenc polgármester rendszeres két ülés közötti beszámolója volt, ami a novemberi és decemberi heteket ölelte fel. A városvezető napi felosztásban sorolta, hogy milyen rendezvényeken, eseményeken, programokon képviselte Jászapátit vagy a térség érdekeit, amit ebben a táblázatban összesítettünk. A lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott döntések tájékoztatói után Ádám János nyitotta meg a kérdések, bejelentések napi rendi pontot. Több mint másfél évig tartott ez, hogy szólítgattuk a közútkezelőt, és lám csak akkor mozdulnak meg, hogyha föntről lobbizunk ennek érdekébe, és a Szent Andrási úton egy némi nemű kátyúzást eszközöltek, úgyhogy ezt is szeretnénk megköszönni. Annyival kiegészíteném, hogy a közútkezelő vezetőjének nagyon jó a hozzáállása ezekhez a dolgokhoz. Sok esetben a kollégáinál csúszik félre ez a dolog, mert a telefonhívásra sikeresen megoldották a általam és sokak által életveszélyesnek hit kátyúknak a betömését. A polgármester szerint, mivel a téli időjárás idén is teszi a dolgát, így vélhetően tavasszal ismét sok útjavítás vár a városra. Sokan megkerestek a csapadékos időjárás után. Kállai János önkormányzati képviselő a lakossági megkereséseket tolmácsolta, az István Király úti térköves járda, a Balassi Bálint utca kavicsájának pótlása és a Gojsza, valamint az Arany János utcák javítása tekintetében, amit a csapadékos idő jól megmutatott. A polgármester kifejtette, hogy a többségében 20-30 éve az akkori technológiával kivitelezett aszfaltos utak közben a közművek rendszereinek bevezetését is megsínlették. Az egykor alkalmazott rossz megoldások mostanra számos utat erodáltak el. Természetesen igyekszünk minden olyan dolgot megoldani, megvalósítani, ameddig a takarónk ér, tehát amit a büdzsé enged. A képviselő úr által elmondott utcákra csak pályázatos lehetőség alapján tudunk hozzáfogni. Hozzáfogtunk oly módon, hogy csapadékvíz elnyelő kulékavicssal feltöltött árkokat készítettünk, és annyira keskenyek ezek az utcák, hogy valóban nem lehet nyílt csapadékvíz elvezető vagy szikkasztó árkot készíteni. A fedett árkoknak a lehetőségét és az aszfaltozást pedig akkor tudjuk végrehajtani, hogyha pályázaton tudunk nyerni erre a két utcára legalább. Végül a Regiókom szeméttelepre vezető út Jászteleki kereszteződésének láthatóvá tétele merült fel. A szeméttelepre vezető útra a becsatlakozós Jászteleki útról rendszeresen túlszaladnak az autók. Az évek során azon a helyen legalább 10 baleset történt. Valamikor hivatalosan raktak ki oda fényvisszaverő terelő táblát, ami nem sokára eltűnt. A KRESZ előírásai alapján a kötelező forgalmi táblák kihelyezésére lehet felhívni a figyelmét az új vagyonkezelőjének, mely jelen esetben a Régiókom kommunális szolgáltató. Erre fölhívjuk a figyelmet, jegyzőkönyvben benne lesz az illetékes kollégát, megbízzuk vele, hogy járjon utána. Az ülés további témáival januári adásainkban foglalkozunk.